Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a legújabb IBK anyagunkban, ahol elsősorban a Porsche IPO-ját, azaz Initial Public offering vagyis magyarul tőzsdei bevezetését fogjuk körbejárni. Igen, csak aktuális témáról van szó, mivel szeptember 29-én kezdődött meg a kereskedés a Porsche AG részvényeivel a frankfurti tőzsdén, P911 azonosító alatt, emléket állítva a vállalat ikonikus 911-es modelljének. Az is beszédes, hogy 911 millió darab részvény került kibocsátásra, így a kapitalizációt is elég könnyű kiszámolni, valamivel 80 milliárd euró felett értékeli ma a piaca céget. A videóban emellett szó lesz a Porsche legfontosabb karakterisztikáiról, a minőségi és növekedési keretrendszerben elfoglalt helyéről, illetve az is kiderül, hogy az anyacég, a Volkswagen milyen lehetőségeket rejt magában egy hagyományos autógyártóhoz képest. Teljesen egyetértünk azzal a megállapítással, hogy nagy átlagban ezek a vállalatok a NOMO-t, azaz versenyelőnyel nem rendelkező kategóriába sorolhatóak és a Volkswagen vagy éppen a Toyota sem kivételez alól. Kvalitatív oldalról ezt azzal indokolhatjuk, hogy brutális verseny van rengeteg szereplővel, és ami a legnagyobb probléma, hogy nagyon nehezen megkülönböztethetőek a termékek, mert a legtöbb autótulajdonost bőven kiszolgálja, hogyha az autója A-ból B-be elviszi, és legfeljebb minimális követelmény támaszt a dizájn és a megbízhatóság oldalán, a legtöbb ismert autógyártó ezt a szintet pedig azért bőven megugorja mára. Azaz röviden tömören egy szűk rétegtől eltekintve kevesen fizetnek extra vételárat azért, hogy egy másik embléma legyen az autó elején. Szerintünk szintén elég komoly probléma, hogy a tömeges felhasználói bázis számára az autóvásárlás más tartós fogyasztási cikkekhez, mint például a tévéhez vagy az új mosógéphez hasonlóan egy halasztható kiadás. Ha meg kell húzni a nadrág szíjat egy gazdasági lejtmenet alatt, akkor az első elnapolt kiadási döntések éppen ezekhez a termékekhez fognak kapcsolódni feltéve, ha nem alapvető működésképtelenség miatt indokolt a csere, bár akkor is inkább a javítás felé fordulnak a legtöbben. Ez óhatatlanul is ciklikussághoz vezet ezeknek a termékeknek a piacán, ami megjelenik az érintett gyártók bevétel és profit alakulásában is. Ezzel nyilván egy éles kontrasztot képviselnek a mindennapi használati cikkek, azaz az FMCG termékek, mint például a fokrém vagy a tusfürdő, amelyek egyrészt bőven alacsonyabb árcédulával rendelkeznek, másrészt tényleg alapvető mindennapos szükségleteket elégítenek ki, így ezek jó eséllyel megúszszák a háztartások kiadásoldali megszorításait, ami egy jóval simább, azaz kevésbé ciklikus bevételi és profitgörbe formájában csapódik le a számok szintjén. Ha ugyanezt a témakört kvantitatív oldalról járjuk körül, akkor érdemes az EVA keretrendszert segítségül hívni, ami elég jól megmutatja a hagyományos számviteli kimutatás által eltorzított nyerességek helyett a valós profitabilitást részvényesi értékteremtés szempontjából. Rögtön látszik, hogy az autóiparban nagyon nehéz valós tulajdonosi értéket, azaz eva termelni, sőt a szektor átlagosan negatív EVA marzsot produkált az elmúlt 20 évben. A következőkben térjünk is át a mai konkrét témánkra, ez pedig nem lesz más, mint a Porsche üzleti modelljének részletesebb kivesézése. Ahogy már megszokhattátok, a QGV, azaz minőségnövekedés értékeltségkeretrendszer mentén fogunk haladni, amiből az első kettő lesz az első hangsúlyos, mivel a cég fundamentumait ezek fedik le, de azért röviden kitérünk az IPO során tapasztalt értékeltségre is. A mondani való gerincét a Porsche idei befektetői prezentációja adja, amit a képen is láthattok, illetve meg is osztunk a leírásban. Kezdésnek a Q, azaz minőségdimenziót vizsgáljuk kvantitatív oldalról, azaz a számok mezeiről. Két mutatót emelnénk ki, ezek közül is elsőként a tőkörányos megtérülést, ami egyszerűen a működési eredmény és a befektetett tőke hányadosaként adódik. Terry Smith-től kezdve rengetegen használják ezt a mutatószámot egy cég minőségének megítélésére, és általános ökölszabályként a 20% feletti értékek már kimondottan jónak mondhatóak. Például több forrásból is úgy látjuk, hogy a Fan is e környékén szabta meg a befektetési univerzumába a belépési korlátot. Érdemes fejben tartani a piaci átlagot, ami az S&P 500 esetében 10-12% környékén mozog rendszerint. Ezt az első kritériumot tehát relatíve könnyen megugorja a Porsche. A másik mutatószám, amire felhívjuk a figyelmet, az az EBITDA margin, ami a Porsche esetében 24-25% körül tanyázik. Ez azért érdekes nekünk, mert ez a metrika az EBITDA és a bevétel arányaként adódik, és egészen jó irányadó lehet a cég árazási erejével kapcsolatosan. Érdekességként megmutatjuk a Ferrari számait összehasonlításként. Látszik, hogy szintén kiemelkedő, átlagosan bőven 20% feletti tőkearányos megtérüléssel operál ez a cég is. Viszont itt jóval nehezebb az almát almával összehasonlítani, főleg a különböző forrásokból származó adatokat. Ennek az az oka, hogy a számítási metódusok között bőven lehetnek eltérések, ami a tőke jellegű mennyiségre és a profit jellegű mennyiségre egyaránt vonatkozhat a nevezőben és a számlálóban. Ezzel szemben viszont sokkal jobb alapot teremt az összehasonlításhoz talán itt az EBITDA margin, aminek azért elég kötött a számítási képlete, és itt már is látszik egy kvantitatív különbség, a Porsche 25%-os értékéhez képest a Ferrari vastagon masszívabb, ma már 35% környéki EBITDA margin tud felmutatni. A következőkben nézzünk rá arra, hogy hol helyezkedik el a Porsche egy olyan matrixban, ami az autóipar szereplőit ábrázolja éves eladott darabszám és átlagos eladási ár szerint. Az ábra bal felső sarkán rangsorol többek között a McLaren, a Lamborghini, a Bentley és a Ferrari is 300 ezer euró környéki átlagos árcédulával. A skála másik felén a prémium szegmens szereplői helyezkednek el, mint az Audi, a BMW, a Mercedes, a Volvo vagy éppen a Tesla is, éves 1 millió feletti eladott darabszámmal és 50 ezer euró környéki átlagos eladási árral. Jól látszik, hogy a Porsche valahol félúton rangsorol a maga 300 ezeres éves eladott darab és 100 ezer eurós átlagos árcédulájával, ami a prémium szegmenseknek még mindig a duplája, és ez mindenképpen meg kell, hogy jelenjen a profitabilitási oldalon is. Nem véletlenül esett ennyi szó a Q, azaz minőség dimenzióról, de ezzel át is evezünk a Growth, azaz növekedés mezeire. Nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy az Eva Monster kategóriába való bejutás egyik elengedhetetlen feltétele, hogy legyen a cég növekedése mögött egy driver, azaz hajtóerő, ami rendszerint valamilyen megatrend alá rendelhető. Ez azért fontos, hogy a növekvő, felvevő piacból profitáló, magas minőségű vállalatok a kiemelkedő tőkeállányos megtérlésüket fenntartva tudjanak kihelyezni évről évre újabb és újabb tőkét, mivel ahogy már bemutattuk nektek az IBK keretein belül is, a kettő eredője adja a teljes részfényesi hozamhajtó erejét. A Porsche esetében nem is lehet kérdés, hogy a legfontosabb mögöttes driver a High Net Worth Individual, magyarul komoly vagyonnal rendelkező réteg folyamatos bővülése. Számszerűen egyébként ez 1 és 30 millió dollár közötti likvid vagyont jelent, ha valaki szeretné esetleg ellenőrizni, hogy elérte-e már ezt a küszöböt. Ami ennél fontosabb, hogy a Porsche által idézett tanulmány szerint ez a társadalmi csoport 2021 és 2026 között évesített 9% körüli bővülésre számíthat, jó eséllyel pedig a Porsche modellek iránti igény is ezzel egyenesen arányosan fog tudni növekedni. Röviden megemlítjük másik hajtóerőként, hogy az elektromos autók szegmensére 30% feletti éves növekedés prognosztizálnak erre az időszakra, ami bár könnyen lehet, hogy kanibalizálni fogja a Porsche-n belüli hagyományos motorral szerelt eladásokat, de a tájkán példáján láttuk, hogy számos új felhasználót is képes lesz ezzel bevonzani a cég. Őket könnyen lehet, hogy a Tesla térítette meg az elektromos autók irányába, most arra viszont valami nagyobb presztízsű, luxus megoldásra vágynak, mert könnyedén megengedhetik azt is maguknak, és a Porsche autóit magától értetődő tovább lépési lehetőségek lehetnek. Utolsó napirendi pontként azt szeretnénk röviden felvázolni, hogy az Eva Monster univerzumunkon, azaz a legkiválóbb minőségi növekedési karakterisztikákkal bíró cégek halmazán belül, hol is kaphatna helyet a Porsche. Ehhez háttérinformációként annyit, hogy az univerzumot felosztottuk kék és zöld cégekre, ahol is a kék az egyértelmű törzs Eva Monster cégeket takarja, zömében széles versenyelőnnyel és a piacénál messze magasabb minőségi és növekedési karakterisztikákkal, mint amilyen például a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is. Ezzel szemben a zöld cégeket szoktuk összefoglaló néven longevity mód, tehát tartós növekedést biztosító versenyelőny címkével illetni. Itt olyan szétrobbanthatatlannak látszó, sokszor több száz éves márkákat birtokló cégek szerepelnek, amelyeket a lassabb, de tartósabb növekedés és a bombabiztos üzleti modell jellemez. Ilyenek például a Louis Vuitton, azaz az LVMH, illetve az Hermé luxusipari cégek, valamint a prémium alkoholos italok gyártói is, mint a Diageo vagy a Brown Forman. A piros cégek halmaza pedig azok a kvantitatív oldalról kiemelkedő vállalatok, nem ritkán 15-20%-os átlagos bevételnövekedési ütem és erős profitabilitás mellett, ahol viszont a wide mode, azaz a széles versenyelőny meglétével kapcsolatban még erős kételjeink vannak. Ezt a kategóriát összefoglaló néven developing mode, azaz fejlődésben lévő versenyelőny címkével szoktuk illetni, illetve ezek a cégek egyelőre nem részei az Eva Monster univerzumunknak, hanem figyelő listára kerültek, ilyen példa lehet a Qualis, az Evolution, vagy éppen a Moncler is. Az elmondottak alapján a Porsche AG-nak szerintünk a zöld kategóriában bőven lehet helye, amit újra fogunk értékelni, amint elérhetőek a cég EVA számai. Azért a különbség a Ferrarihoz képest szerintünk elég szembetűnő, valahogy úgy fognánk meg a dolgot, hogy a Porsche annyi autót ad el, amennyit csak tud, a Ferrari pedig annyit, amennyit akar, ami jóval kevesebb annál, mint amit ténylegesen el tudna adni illetve azt talán nem is kell külön hangsúlyoznunk, hogy a Porsche sportautó szegmense aránytalanul jobban érdekelne minket ezen a cégen belül is, bár arra semmi esélyt nem látunk, hogy ezeket egy újabb körben leválaszthatják a cégről. Az egyetlen aggodalmunkat a Porsche-val kapcsolatban úgy lehetne megfogni, hogy a tömegautók, mint például a Macan, a teljes torta egyre jelentősebb részét tehetik ki idővel, és amellett, hogy ezek a belépő szintű modellek erodálhatják a márka presztízsét, itt a kereslet is jó eséllyel bőven ciklikusabb az igazán luxus modellekhez képest. Erre lesz érdemes figyelni a jövőben is, ettől függetlenül közelről tervezzük követni a céget innentől kezdve. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogasd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő, támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtagként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukac.intelligensbefektetők.hu címen.